Tegyél félre magadban mindent. És emlékezz rá, amikor a szülinapodkor kibontod az ajándékodat, de megint kapsz egy bögrét. Amikor vársz egy üzenetet, de megint csak egy csoportos messenger beszélgetés értesítése az. Én mindig arra számítottam, hogy chipset zacskóban van ajándék, mert ráírták. Tudod, miről beszélek? Amikor megírom a szöveget, úgy gondolom, ez simán 10. Aztán ide kiállok, de nem nevet senki. És senki sem érti, nekem másképp fáj a szerelem. Tudod, miről beszélek? Amikor arra számítok, ha a lány az első randin megcsókol, akkor biztosan le akar feküdni velem. Meg legalább nyáron nem pörkölt van a fagyis dobozban. Amikor rohadtul kimegy a fejemből, mit jelent, ha csak szelfiket készít magáról, ezért inkább a megbeszélt randi helyett egyedül ülök be a moziba, és a film is szar. Arról az érzésről beszélek, amikor megfogalmazódott bennem, mennyi az ember szavatossági ideje. Mármint meddig tartós egy barátság, ha lejárt, hol tárolhatom. De sajnos az érzelmeknek még mindig nincs szelektív kukája. Arról, hogy kerestem annyi embert, a talált tárgyak osztályán biztosan nincs helyük. Mégis ott találom magam, mint egy elveszett plüssmacska, amit egy árva gyerek elhagyott. És végre megértettem, a nem kommunikáció is kommunikáció. Így lesz a következő ember az életünkben egy megint tovább. A kölcsönös fejhajtásokból sóhajtások. Mennyiszer csalódtam eddig? Nem tudom pontosan, de azt igen, hogy mennyiszer kellett ahhoz, hogy félretegyenek.